Petriák kapásból, gól! De les. Úgyhogy nem érvényes a találat. Dárdai remekül adja vissza Zivzivadzénak, ott a gól. Na ez szép volt, semmi körülményeskedés, hanem csak gyors passzok és egy jó helyzetfelismerés Dárdaitól. A befejező ember pedig Zivzivadze vezet a MOL Fehérvár a 44. percben. Na ez most tényleg nagyon szép volt. A dicséret elsősorban Dárdait illeti, aki remekül tette egyből tovább ezt a kiugratást. És Zivzivadze 16 méterről szépen ellőtte a jobb alsó sarokba. Megvolt az ütemelőnye, még ki is nézett, hogy hol jön a védő, és el tudta helyezni. 1-0 tehát a MOL Fehérvárnak. Azt el kell ismerni, hogy lélektani szempontból ez a gól, ez a Fehérvárnak nagyon jókor jött. Fiola. Be középre. Makarenko. Az jó kiugratás. Zivzivadze! És Dombó védlábbal egy hatalmasat. Vissza Navratilnak. Adott egy kötényt Heisternek, de nem sokra ment vele. És aztán Stopira pedig belerugott egy hatalmasat. Lent is marad a kisvárdai játékos. Megnézte. Meghozta a döntést. És kiállítja Stopirát. Megfogyatkozik a Fehérvár Stopira kiállításával. Na ez egy érdekes fordulat a találkozón. Videóbírózás után tehát kiállítják Stopirát. Visszakapja a labdát Karabeljov, aztán újra a baloldal, Leoni. Bumba. Jól visszagurított labda, Leoni elesik, senki nem bántotta. Ott a beadás, hosszú oldalon van érkező ember, de szép védés volt Kovácsiktól. Bumba. Jó a kényszerítőzés, Mesanovic. Kovácsik véd, ott a kipattanó, Kovácsik még egyszer, és elrúgják a labdát. Heister volt résen, Zivzivadze elesik. Aztán hirtelen fölpattan, amikor rájött, hogy senki nem fogja őt megsajnálni, sőt, ad egy labdát Petriáknak, aki lezárhatja a meccset. Petriák még átteszi a másik oldalra, Dárdai 2-0. És én azt gondolom, hogy ez itt most eldőlt. Ember hátrányban tud még egy gólt rúgni a MOL Fehérvár Dárdai révén. Nagyon önzetlen volt Petriák, de majdnem elszúrta. Ez már ránézésre is hosszúnak tűnt ez a labda. A Zivzivadze ahelyett, hogy a futballal foglalkozna, esik kell egyfolytában és reklamál a játékvezetőnél, pedig mennyivel egyszerűbb, hogyha játszik. Petriák figyel, figyel, figyel. Hát ez éppen csak elérte Dárdai Pál. És majdnem, hogy elérte egyébként a visszabecsúszó Melnyik is. De csak majdnem. 2-0. 4 perc telt a hosszabbítás, hivatalosan most mutatják a táblát. Ott a csúsztatott fejes és a szépítő gól. Kovácsik ezzel nem nagyon tudott mit kezdeni. 2-1 a 91. percben Mesanovic fejesével. Nem, az Erős Gábor lehetett az EG monogramból ítélve. A második lap tehát most már a kisvárdaiaknak, a kispadnak. Egy csellel elindul befelé, Fiola azonban megszerzi a labdát, és megindul. Cérna próbálja utána elhozni, azt már lefújja a játékvezető Fiola lökését. És még egy sárga lapot ki fog osztani a játékvezető Fiolának. Igen. Akkor viszont ki is állítja, úgyhogy Fiola is kimegy ezen a mérkőzésen, igaz ő második sárga lappal, de kettős ember hátrányban fejezi be a MOL Fehérvár ezt a mérkőzést, de jelen pillanatban győzelemre állnak.